2010-ben hoztuk be először az első LiveU modellünket, egy EU30-as, ami meglepően jól működött, de éreztük még azt, hogy ez még kiforrás alatt lévő technológia, és az, amit már igazából mindnyájan megismertek, az most pont itt a sarokban van, az EU60-as, és akkor még Windows operációs rendszerrel futtatott eszközként mutattuk be, és elég robosztus eszköz lévén ő szerezte meg igazából a LiveU-nak azt a fajta elismertséget, amit idehaza a híradózásban lehet tapasztalni. Ma már ezeket az eszközöket egyre kevésbé használják, nagyon sokan most már az új generációs eszközöket bérlik vagy vásárolták meg. HD-ban is képesek ezek az eszközök dolgozni. Most ha látják, akkor én közben a telefonomat így a zsebemből elővéve, ugyanez a LiveU szoftver egy egyszerű mobiltelefonon is Full HD-ban, 1080i-ben dolgozik. A kollégám most át is váltott a preview képernyőre, jól látható, hogy nem kellenek ekkora hátizsákok, mi most már nem is forgalmazunk. Tehát gyakorlatilag ezzel az előadással én azt is akarom jelezni, hogy mi már nem fogunk ilyen nagy hátizsákot eladni. Az, hogy miért nem, a kiállított termékek a magyarázat erre.